Ha már a Mercedes ránk szabadította ezt az atomvillanást, úgy döntöttünk, hogy jó alaposan megmutatjuk. Tegnap körbeszaladtuk az autót, elmondtuk, hogy mi is ez, az a tegnapi videó témája volt, ma pedig egy kicsit belemegyünk a műszaki részletekbe. Az AMG GT-nél szokatlan módon a kisebbik motorok az érdekesebbek, ugyanis ezek már a Mercedes 48 voltos hibrid rendszerével megtámogatott EcoBoost sorhatosok. Ez egy 3 literes sorhatos turbóval megtámogatva, és a váltó előtt, a váltóharangban van egy villanymotor, ami egy csomó érdekes trükkre képes, tud vitorláztatni, be tud segíteni a gyorsításba, sőt, még olyat is tud, hogy a motor járási egyenetlenségeit a villanymotor gerjezgetésével kisimítja. De a legjobb feature az az, hogy ezeken a motorokon van egy elektromos turbófeltöltő, amely képes 170 ezeres fordulatra felpörögni, így, amíg nem keletkezik elég kipufogógáz a hagyományos turbóknak, egy kicsit alátölt, aládolgozik az autónak. Nagyon érdekes élmény, amikor az ember ilyet vezet, hogy lenyomja a pedált, felsívít a turbó, és a motor csak ilyen 1-2 másodperc spéttel követi. Ebből egy 43-as és egy 53-as változat van, az erősebbik 435 lóerős, ne legyenek kétségeink, azért azzal is arrébb tud menni, de ez itt most a csúcsmodell, a 63S. Ugye, ahogy arról már tegnap szó volt, ez 640 lóerő és 900 Nm. Ez a Mercedes AMG tulajdonképpen csúcsmotorja. Olyannyira, hogy ezt az AMG fejlesztette, és a Mercedes polgári szedánokban is használja egy nyilván sokkal visszafogottabb változatát, de ha az ember kinyitja egy S560 géptetejét, akkor bizony ott fogja látni ezt a motort egy AMG plakett nélküli takaróval, de minden kis csövön, minden kis csatlakozón ott lesz az AMG felirat, annyira a saját motorjuk. 4000 köbcenti, illetve egy egész picit annál kevesebb, mert Kínában ott ugrik az adózási sáv, és az most egy nagyon fontos piac, Hot Wheel rendezésű, tehát a turbók itt vannak a hengersorok között, ami hát azért jó, mert rendkívül kompakt tud lenni a motor, tehát az úgynevezett power density, az erősűrűség nagyon jó tud lenni, ugyanis nagyon nagy teljesítmény, nagyon szűk helyről jön elő, ami azért fontos, mert nem csak a Bálna Mercibe, nem csak ebbe, de még a C-osztályba is be tudják pattintani, és ott is fantasztikus. Vízhűtésesek a turbók, sőt mindenféle légcsatornák vezetnek ide, hogy valahogy kirántsák azt az eszetlen mennyiségű forró levegőt, ami itt keletkezik, de én ennek ellenére nem lennék helyében annak az embernek, aki ezt ilyen 6-8 év múlva megpróbálja majd életbe tartani. Ugye ez a rengeteg hőtermelés az azzal jár, hogy a műanyag és gumi alkatrészek szépen kiszáradnak, ami mindenféle szivárgásokhoz és zárlatokhoz vezet, ami egy a komplikáltságnak ezen a fokán álló autónál már tulajdonképpen egy gazdasági totálkár. És mivel AMG motor, tartják magukat az egy motor egy szakemberhez, ezt Benjamin Schlind szerelte össze. Ugye minden motornak van egy gazdája, ha elromlik, tudjuk, kinek az anyukáját kell emlegetni. Tudjuk, hogy ha a Vácin mellénk áll, akkor a V8 biturbó feliratos GT-kkel nem szabad pakeszkodni. Ez itt most egy S, azaz a 640 lóerős kivitel, de az S nélküli változat, a sima 63, az is megvan 590. Ez a változat 3,1 másodperc alatt ugrik fel 100-ra, és mivel ez egy AMG, egy tuning modell, ezért nem vonatkozik rá a 250-es limiter, ez az autó egészen 314-ig gyorsul. És hogy honnan ered a 63 számkombináció, az egy nagyon jó sztori. 1968-ban a Mercedes egyik mérnöke Erich Waxenberger úgy érezte, hogy neki szükség van valami gyorsabbra, ezért a 600-as limuzin 6,3 literes V8-asát beműtette egy 300 Shell-be. Tudják, ez még egy ilyen igazi régi Merci volt, úgy nézett ki, mint egy ilyen gördülő katedrális, csak onnantól, hogy benne volt ez a 300 lóerős V8-as, együtt gyorsult a korszak sportkocsiaival, és egy darabig ez volt bizony a világ leggyorsabb négyajtósa is. Természetesen így 640 lóerő környékén már a váltót is át kell alakítani. Ugye a Mercedes azon kevés gyártók közé tartozik, akik nem a prémium iparban megszokott 8-sebességes ZF 8 HP-t használják, vagy annak valamely változatát, hanem van egy saját automata váltójuk, a Mercedes 9 G-tronic. Most ennek egy módosított változata, az AMG Speed Shift 9 kerül ebbe az autóba. Nyilván erősebbek a csapágyak, mások a fogaskerekek, de a legmarkánsabb különbség az az, hogy nincs benne Wandler, nincs benne hagyományos turbina, hanem annak a helyén egy többtárcsás elektrohidraulikusan vezérelt kuplung szerkezet van, ezzel hozza létre vagy szakítja meg a motor és a váltó műküzdi kapcsolatot. Most aki még életében nem vezetett ilyet, soha nem fogja észrevenni a különbséget, mert annyira finoman és annyira jól dolgozik, hogy egyszerűen nincs meg, elhisszük, hogy ez egy hagyományos automataváltó, miközben nem.
Az AMG is rájött, hogy csak az életben lévő ügyfelek képesek AMG-t vásárolni, ezért 640 lóerőt most már csak összkerékhajtással adnak a vevők kezébe. Természetesen ez egy hátrasúlyozott összkerékhajtás, és mivel ez a Firmatic Plus nevű rendszer, ezért lehetőség van arra, hogy az első hajtást egyszerűen leoldjuk, és füstölhetjük a gumit napestig. A V8-as motorral szerelt GT-k, tehát a 63 és a 63S már csak légrúgóval elérhető, ugye ezzel tudják azt megvalósítani, hogy amikor az ember hétköznap közlekedik vele, akkor nagyon finoman gördül, mert igen, súgnak ezek a hatalmas, széles futófelületű gumik, az alacsony oldalfal miatt egy kicsit úgy dobál is, de maga az autó nagyon-nagyon finoman lebeg, már-már tudja azt az igazi nagy mercis gördülést. És természetesen a 63S-hez már kerámia fék jár. Hát ennél a tömegnél, hogyha valaki komolyan gondolja a versenypályás használatot, az elég furcsa, de én azt gondolom, hogy egy fék sosem lehet elég jó, és ez adagolható, valamint ha valami, akkor ez sosem fog eltaknyosodni. És éppen miatt a borzasztó műszaki színvonal miatt megdöbbentő, hogy miért van szükség erre a teljesen kamu, mintha utólag ragasztották volna oda olyan légbeömlőre. Mivel a Project One már nagyjából a megjelenés napján elfogyott, ez a ma kapható legerősebb AMG. Viszont akinek ez kevés lenne, állítólag néhány hónapon belül visszahozzák a köztudatba a 73 jelölést, ugye a 90-es években így hívták az SE Roadster legerősebb 7,3 literes változatát, ennek a 12 hengeres szívómotorja került aztán át a Zondába rengeteg módosítás után, és ebben hát sajnos nem lesz nagy szívómotor, marad a 4 literes biturbo, de megtámogatják néhány villanymotorral, és több mint 800 lóerőt emlegetnek. Nem tudom, mennyire volt erre szüksége a világnak, de jó, hogy van. És akkor most jöjjön a tegnap beígért kérdésekre való válaszolgatás. Ugye az előző videó alá érkezett kommentekből válogattunk. Sok mindent megválaszoltunk most, meg közel 300 komment érkezett értelemszerűen, nem tudjuk mindegyiket megválaszolni. A relevánsakat kiválogattam. Levente Vig kérdezi, hogy és akkor ez a fullos verzió? Kikafull? Mekafull? Ebben most tényleg minden benne van, viszont egyetlen egy darab vakkapcsolót sikerült kiszúrni itt a középkonzolon, el sem tudom képzelni, hogy mi lehet, mert ebben az autóban érzésre tényleg minden benne van. Kepitomi kérdezi, téged mi fogott meg benne legelőször? Melyik része részlete tetszik a legjobban az autónak? Akarom mondani ennek a szörnyetegnek. A legmegdöbbentőbb az benne, hogy amikor az ember gurul vele, már csak úgy a városban is, van valamiféle visszajelzés a kormányon. Tehát érezni benne az utat, és hogy vezettem versenypályán, kifejezetten ügyesen mozog. 2 tonna, de ebből ilyen jó 3-400 kilót le tud tagadni, hogyha az ember átrakja sportmódba. Richard Baka kérdezi, megéri az árát? Szerintem 73 millió forintért ez az autó nem éri meg az árát. Bár az a probléma, hogy nem tudom abban a kontextusban vizsgálni, ahogy a vevők vizsgálják, hiszen nekem valószínűleg összesen nem lesz soha ennyi pénzem, mint amennyibe ez az autó kerül. Aki megveszi, annak egész nyilvánvalóan megéri. Én nem tudok ideig elszámolni. És Bori Balázs hívta fel a figyelmünket, hogy a legerősebb szedánok listájáról kimaradt a Dodge Charger Hellcat Redeye, ami hát tényleg erősebb még a Panamera hibridnél és a Cadillac CTS-V-nél is, így a Mercedes csak a negyedik. Bullfighter One. A 75 millióba adnak még pótkereket és autóemelőt? Mennyire lehet hétköznapi autóként használni? Pótkerék nincs, viszont hétköznapi autóként teljesen használható. Ez tulajdonképpen egy E-merci. Olyan tágas, mint egy E-merci, olyan kényelmes, mint egy E-merci. Ugyanannyira biztonságos és ugyanannyira jó fedélzeti elektronikák vannak benne. Mondom, a peres gumik miatt érezni egy minimális kopogást és a széles gumik miatt súg a hatalmas futófelület, de igazából ennyi. Ettől eltekintve ezzel lehet kultúrától járni. Muzslai Tamás, az lenne a kérdésem, hogyha megengedhetnétek magatoknak ezt a szörnyet, megvennétek? A többiek nevében nem tudok nyilatkozni, én nem venném meg, ugyanis 73 millió forintból remek E-mercit lehet kapni, ami nagyon kényelmes és biztonságos, és a maradék pénzből kifutja egy Porsche 911 Carrera, ami meg remek sportkocsi. Így van egy kényelmes autóm és egy gyors autóm, nem kell a kettőt egybe belezsúfolni. Mészáros Patrik, szerintetek melyik jobb? Ez a 4 ajtós GT63S vagy az S63?
Én megmondom őszintén, az S63 AMG-t nem szeretem. Mentem vele viszonylag sokat, de nem tetszik benne az, hogy egy S-merci ilyen sportos akar lenni. Az S-merci az legyen nagyon nyugodt, nagyon csendes, nagyon kényelmes. Ne durrogjon, ne rázzon, ne akarjon másfél G-vel kanyarodni. Ebből a szempontból nekem sokkal jobban bejön a GT, amiben valamivel több sportosság van. Az viszont mindenképpen igaz, hogyha a Mercedes csúcsát nézzük, az egyértelműen az S-osztály. Viszont hogyha nem kényelmi, hanem sportos és kényelmes oldalról közelítjük meg, akkor abból a GT a legjobb. Balogh Balázs. A sluszkulcs átvétel után mennyi idő telt el az első padlógázig? Megvártam, míg bemelegedett, és nem tudtam neki padlót nyomni, mert egész egyszerűen a csütörtök délután kettes forgalomban erre nincs lehetőség. Tömpe Gellért. Dinamikára az autó mire hasonlít? Egy kecses sportos szedánra vagy tankra? Hát nem a skála egyik vagy másik végén van, de szerintem egy kicsit közelebb van a tankhoz, mint a kecseshez. Rebel Tom. Mennyire vagy betolva a 10% kaszkó önrésztől? Nagyon. Mennyire nehéz visszaadni a kocsit ilyenkor az importőrnek? A legjobb dolog visszaadni, főleg, hogyha sértetlen. István Novák. A csomagtartó mekkora? Anti kitölti azt? Lássuk. Mennyire kényelmes a hétköznapokban, mekkora a csomagtér, versenypályán vagy gyorsulásban veri az M5-öt? Az M5-tel is viszonylag sokat mentem versenypályán, és ezzel is. Én nem lennék meglepődve, hogyha ez egy gyorsabb dolog lenne versenypályán, és nem csak a tűzerő miatt, ugye ez egy erősebb dolog, hanem azért is, mert egyszerűen jobb a futóműve. Hogyan tudják összehozni a turbójukat és a dupla kuplung gondolkodási idejét? Nincs dupla kuplung, ez egy hagyományos automataváltó, az előbb már emlegetett kuplung csomaggal. Turbójuk meg, hát aztán végképp nincs, de ha van is, egyszerűen annyira megindul, hogy az ember elfelejti. Atka Kukac. A CLS-től, illetve az annak az AMG verzióitól miben különbözik? Ez az érdekes kérdés. Megszűnt a CLS 63 AMG, hogyha az ember V8-as biturbót akar, akkor vagy E63-at vesz, vagy pedig ezt veszi meg. CLS-ből csak 53 AMG-t tudunk venni, ami ugye a 3 literes turbós. Friedrich Péter. Hátul mennyi a hely? Belefér egyszerre az egész szerkesztőség? Jelenleg igen, mert azt hiszem pont hárman ülünk az irodában a nyári szabadságolások miatt. Nyilván a fejtér egy picit lecsípődik, de hát az elegancia volt, erre áldozni kell. Holnap pedig folytatjuk az infotainmenttel és a beltér kényelmi kiegészítőivel, és persze még mindig várjuk a kérdéseiteket, amiket a holnapi rész végén is megválaszolunk.